a Média Pánik Nevermind 2020. decemberében debütált podcastjével. Ambícióik közé tartozik, hogy olyan témákat boncolgassanak, amik tabunak számítanak. Mint a fiatalkori identitáskeresés, halál, a karrierára és sok más egyéb. Inspirációjukat filmekből, sorozatokból és könyvekből nyerik, és köszöntöm is a három meghívottamat, Moldován Zsuzsát, Keszeg Annát, illetve Tordai Beatrixot. Szervusztok, lányok! Szia, köszönjük a meghívást. Nos, hát lássuk, mutatkozzatok be, hogyan találkoztatok, hogy alakult meg ez a hármas, ez a podcast. Kezdem szerintem én. Kezdete be akkor. Jó. Hát történetünk igazából az egyetemen kezdődött. Mi Zsuzsával régebb óta ismertük egymást, közösen szerveztünk is programokat. Aztán harmadében Anna elkezdett minket tanítani, és közben jött a pandémia. És igazából ez is hozott minket össze, mert hogy Anna minden héten ilyen kis sorozat kibeszélőket tartott, és valahogy mindig úgy esett, hogy hárman maradtunk a végére. Néha komolyabb témákról, néha meg kevésbé komolyakról beszélgettem. És ezt követően, mikor vége lett a pandémiának, akkor ki is mentünk találkozni élőben hárman, és akkor kiderült, és hogy akkor hárunknak a ezben, hogy legyen egy podcastünk, de hát egyenként eléggé bátortalanok voltunk. Mondja Zsuzsa! Csak ezt akartam folytatni én is, hogy végül kiderült, hogy mind a hárman álmodoztunk egy podcastről, de egyikünk sem merte elkezdeni, főleg úgy, hogy egyedül, az úgy, nem tudom, én mindig azt éreztem, hogy az tartalmatlan, és akkor kaptam két szemét, aki szívesen podcastelt volna még, és hasonló volt az érdeklődési körünk, úgyhogy szerintem így indultunk. Amúgy igen, akkor mutassalak be, tehát, hogy Anna a középső, ugye Bea a legfelső, és Zsuzsa, ugye te beszéltél most. Lássuk, hogy miért Media Panic Nevermind, miért ezt a nevet adtátok ennek a kezdeményezésnek, ennek a terméknek. Én is, hogyha itt a lányok előlem elvitték a bemutatkozásnak a lehetőségét. Hát a név az tényleg ilyen eléggé spontánul alakult, hogy azt valamennyire tudtuk akkor, amikor elkezdtünk a podcastelés lehetőségéről beszélgetni, hogy nem csak úgy a világba szeretnénk belebeszélni, hanem akarnánk kapcsolódni olyan médiatermékekhez, amiket szerettünk. Ezek lehetnek sorozatok, lehetnek filmek, könyveket is ígértünk, és az az igazság, hogy amióta a podcastet elkezdtük, azóta még könyvvel behatóan nem foglalkoztunk, és akkor az merült fel bennünk, hogy valójában azok a dolgok, amiket mind a hárman megnézünk, azokban az a közös, hogy a média felkapja, és csinál belőle valamit. És ugye erre mi tudtuk a szakszót, hogy ezt médiapániknak hívja a szakirodalom, hogy amikor egy kulturális jelenségnek így túlértelmeződik a hordereje, és akkor azt gondoltuk, hogy jó, akkor ez a kiinduló pont, hogy ilyen médiapánikot okozó kulturális dolgokkal akarunk foglalkozni, de azt akartuk ezekről mondani, hogy nem olyan nagy baj, hogy a médiapánik van körülöttük, és akkor hozzátettük a médiapánikhoz a Nevermind szót, és így lett a neve a mi podcastünknek. És a témaválasztásunkat ez azóta is befolyásolja, igaz? Mert nagyjából úgy szelektálunk dolgokat. Mert meg nagyon szeretjük a tabu témákat. És mivel itt ebben a térségben, főleg az Erdély térségben nagyon sok tabu téma még nem igazán volt kimondva, szerintem szeretnénk ebben így törőetlen. Mi az, amit ti tudtok adni pluszban mondjuk egy témáról, amiről, ahogy mondjátok, tehát felkapja a média, médiapánik van, mindenki beszámol róla. Mi az, amit ti tudtok még ehhez pluszba adni, amiért követnek? Szerintem elsősorban, és hogyha megengedik a lányok, akkor ezt így ki is mondom, az, hogy széles a látókörünk. Tehát, hogy itt vagyunk két egyetemista korú lány, Anna a tanárunk volt, engem még mindig tanít, de hogy találkozik több generáció, elég sarkos véleményünk szokott lenni bizonyos dolgokról, és akkor ezt a három szempontot elég jól össze tudjuk hangolni. És nagyon törekszünk arra, hogy minél inkább a természetes beszéd legyen a jellemző a podcastjeinkre. Tehát szerintem nagyjából úgy beszélgetünk egymás között is, mint ahogy a felvételeken hallani lehet a hangunkat. Én szerintem a mai média világában a természetes beszéd az egy nagyon fontos érték. Tehát a közvetlenség, hogy...
közvetlenség is, meg az, hogy attól, hogy van egy mikrofon az orrunk előtt, attól nem fogunk másként beszélni a másikhoz, mint hogyha mikrofon nélkül beszélnénk hozzá. Igen, kb. Ezt úgy kell elképzelni, hogy úgy beszélgetünk, mint hogyha csak mi hárman lennénk, és ezt soha nem hallgatná meg senki. Mint amúgy hogyha kinek? Három barát beszélgetne. Amúgy kinek szól ez a podcast? Ki a célközönségetek? Ha van egy ilyen robotképe, készült egy robotképe, mondjuk még ennek a kezdeményezésnek az elején arról, hogy akkor kihez próbáltok inkább szólni? Mi igazából ezt szórakozásból kezdtük el, úgyhogy lehet, hogy nem lőttük be így a célközönségünket, viszont miután már pár rész kikerült, azután azt vettük észre, hogy igazából hozzánk simul a célközönség, és észrevettük, hogy leginkább így a kolozsvári fiatalokat fogjuk meg, de nem célzottan csak nekik szól. Ugye ti a pandémia... Igen? Parancsoljon. Csak annyival akartam ezt kiegészíteni, hogy mondják az internetes média kommunikációra, hogy itt gyakorlatilag bármilyen tartalom meg tudja találni a saját közönségét. Mert hogy egyszerűen akkora lesz a merítés az ilyen széles tömegek számára elérhető platformokon, hogy bármennyire nis témát választasz, az adott nis témának egyszer csak lesz egy közönsége. És szerintem velünk is ez történt, hogy mi nem gondoltuk ezt túl, hogy milyen közönségnek akarunk szólni, hanem csak egyszerűen vannak hozzánk hasonlóan gondolkodó emberek, és ezekhez tudtunk eljutni a podcastnek köszönhetően. És a másik, hogy nagyon nagy igény volt arra, hogy ilyen közvetlenül és nyitottan beszélgetve legyen, amit az előbb is hangsúlyoztunk bizonyos témákról. Hogy ne legyen keretek közé szorítva az a bizonyos téma, merjünk kimondani bármit, és akkor meghallgató fülekre találtunk. Értem, ti a pandémia alatt indultatok. Van ennek valami jelentősége? Kezdjük akkor Beával, ő van legfelül, és akkor megyünk sorra. Hát az az érdekes, hogy sok embert, vagy sok emberi kapcsolatot elrontott a pandémia, de nálunk ez pont fordítva történt, mert hogy inkább összehozott. Nem tudom, hogy alakult volna így a három kapcsolata, hogy mondjuk nem lett volna a sorozat kibeszélő. Szerintem mégis valamilyen szinten egymásra találtunk volna, de hogy ez merőben hozzátett, amellett, hogy persze több időnk is volt, többet gondolkoztunk dolgokon, jobban megterveztük azt, hogy esetleg mit akarunk. Hogy néz ki amúgy? Tehát összeleültök valakinek a konyhájába, megbeszélitek, hogy melyik nap főztük egy teát, és akkor na ez a téma, beszélgettek még előtte is a témáról, vagy az egész rögtönzés? Igazából ez nagyon bocsánat. Igazából ez nagyon érdekes, ma az előzőhöz is kiegészítve jelentősége volt a pandémiának, mert akkor, mikor mi ezt elkezdtük, akkor mind a hárman külön városban voltunk. Úgyhogy, hogyha nem lett volna a technika, és nem lett volna a pandémia, akkor nem biztos, hogy megalakult volna a podcast, mert mi kitaláltuk, hogy legyen podcast, de nem biztos, hogy mindig kivitelezhető lett volna az, hogy hárman egy helyen legyünk. Úgyhogy most már többnyire élőbe veszük fel a részeket, úgyhogy hárman egy helyen vagyunk, de úgy kezdtük, hogy minket csak egy platform kötött össze. Nem is feltétlen beszéltük meg azt, hogy mit fogunk előre mondani, csak a témát, és akkor ott, ami mindegyikünkből jött, azt úgy összeadtuk. Amit terveztük, az a közösségi médiában való megjelenésünk. Ott azért van valamennyire egy ilyen közösségi média tervünk, hogy mikor posztolunk, próbálunk arra vigyázni, hogy legyen egyfajta rendszeressége a kapcsolattartásunknak az online közösségünkkel. Szóval vannak ilyen pici trükkök, amivel be lehet vonzani a még több fogyasztót? Egyébként melyek a legjobb órák, amikor az emberek leülnek és meghallgatnak egy ilyet? Azt hiszem, nem akarják elárulni. Nem csináltunk, és az az igazság, hogy nem is mondhatjuk el, nyilván. Igazából a közösségi médián való kapcsolattartás az nem feltétlen trükk, hogy még több embert bevonzunk, hanem kapcsolatot tartunk azokkal, akik hallgatnak minket, és hát nem tudom, hogy vannak-e trükkjeink, hogy kifejezetten több embert elérjünk.
vannak ilyen kis ruha challenge-eink, hogy be lehet öltözni bizonyos karaktereknek és ilyesmi, de hogy azokra is inkább az aktív hallgatóinktól szokott jönni jelentkezés. Na, lássuk, mikor és hol láthatunk benneteket? Hát igazából minden podcast platformon megtaláltuk minket, köztük a Spotify, a Google Podcast, az Apple-os podcastot, azt nem tudom, hogy igen. Igen, igen. Apple Podcast, Anchoron, de a közösségi médián is megtaláltok, ha beírjátok, hogy Médiapánik, akkor minket fog kiadni. Médiapánik, Nevermind, és a három hölgy, ez a három hölgy csinálja, akikkel beszélgettem. Moldován Zsuzsa, Keszeg Anna és Tordai Beatrix. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Még nagyon sok tartalmat nektek, és hát ilyet azt hiszem, hogy nem szokás kívánni, de akkor sok médiapánikot még, mert hogy ez adja nektek a témát. Köszönjük szépen.